Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Puda Kalászma című hírmagazinunkat látják. Következzenek a főbb híreink röviden. Gyalogbusz. Október 16-án megszervezték az első gyalogbuszos találkozót. Bejelentés. Online panasz, közérdekű bejelentésre van lehetőség a gyorsabb ügyintézés érdekében. Méz. Múlt hét szombaton a Kós-Károly Művelődési Házban adott koncertet az együttes. Szeptemberben az iskola kezdéssel együtt indult el a gyalogbusz Budakalászon. Az őszi járat során 32 nap alatt 1245 utas összesen 639 kilométert tett meg. Az első gyalogbuszos találkozón betekintést nyerhettek az érdeklődők a kezdeményezésbe, amelynek a Kós-Károly Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont. A gyalogbusz program egy több éves koncepció, ami nagyon sok európai városban működik. A kisiskolások, akik még önállóan nem közlekednek, önkéntes szülőkből álló felnőtt kísérettel, meghatározott útvonalon juthatnak el gyalogosan az iskolába. A szeptembertől elindult kezdeményezést a szervezők, szülők és érdeklődők együtt ünnepelték meg október 16-án a faluházban. Hát ez lesz az első gyalogbuszos találkozó itt Budakalászon. A gyalogbuszról már korábban beszámoltam a műsorban, hogy ez egy Magyarországon első kezdeményezés arra, hogy támogassuk a szülőket és a gyerekeket abban, hogy gyalogjárjanak iskolába. És azért gondoltuk, hogy erre a találkozóra szükség van, hogy a gyerekek lássák, hogy milyen utat tettek meg idáig, meg a felnőttek is, és egy kicsit a motivációt erősítsük és megünnepeljük magunkat. Az első gyalogbuszos találkozó célja a közösség erősítése és továbbépítése volt, valamint az érdeklődők megismerkedhettek az eredményekkel, a kezdeményezés alapjaival. Először egy beszámoló, egy nagyon rövid beszámoló lesz. Készítettünk felméréseket mindhárman általános iskolába, az iskolába járási szokásokról, erre azért volt szükség, ez akkor csináltuk, mikor már mondjuk 3 hete ment a gyalogbusz, hogy felmérjük, hogy mi a helyzet, hogy majd innen szép fejlődni, hogy tudjuk mérni azt, hogy mennyit növekedett a létszám. Tehát lesz egy ilyen statisztikai beszámoló, ahol a gyerekeknek nagyon képletesen fogjuk megmagyarázni, hogy hol tartanak. Ezek után lesz a film, és a film végén lesz egy olyan nagyon nagy örömünkre szolgáló dolog, hogy elkészültek végre a gyalogbuszos mellények és zászlók. Ez a sofőröknek az arculatát egységesíti. Eddig mindenki abba jött, amit otthon talált, és most a saját logónkkal elkészült a 2011 Egyesület jóvoltából ez a felszerelés. És akkor ezt kiosztjuk a sofőröknek, ez nem ajándékba kapják, hanem ez egy formaruha, amit ha valaki leszerel, mert mondjuk már kinőtt a gyereke a gyalogbuszból, akkor a szülő leadja az újabb sofőröknek, illetve úgy tudom, hogy elkészülnek a támogatói esernyők, egy nagyon szép esernyő, amit meg lehet vásárolni és ezzel a gyalogbusz támogatni. A köszöntő és beszámoló után az Utam az iskolába című kisfilm került levetítésre. Két dolog miatt fontos ez a film, nyilván teljesen más kontextusba, a mi régiónktól sokkal szegényebb vidékeken, világrészeken forgatták ezt a dokumentumfilmet. Két jelentése van. Az egyik, hogy a gyerekek mekkora erőfeszítést tesznek azért, hogy tanulhassanak. Tehát ez egy kicsi promóció az iskoláknak, hogy ami olyan természetes, hogy mi készen kapunk oktatást. Ennek tudjunk egy kicsit örülni. A másik pedig az, hogy a gyerekeknek a fizikai teljesítő képességénél a határa csillagos ég. Tehát, hogyha ők 10-20-30 kilométereket tesznek meg naponta, akkor tulajdonképpen, és ez egyébként ezt a budakalászi gyerekek is bizonyították, hogy a kisujjukból kirázzák. Ugyanis elmondhatom a főbb számokat, 32 nap alatt 1245 utasa volt a gyalogbusznak, és 639 kilométert tettek meg, ezzel eljuthatnánk nyugatra az olasz tengerpartra, keletre pedig Sepsiszentgyörgyre, ahonnét ugye az ötletet vettük a gyalogbuszhoz. Megtakarítottunk 40 liter benzint, és 120 kiló széndioksziddal csökkentettük a karbonlábnyomunkat. És megtakarítottunk 150 túrórudinyi, elégettünk 150 túrórudinyi kilokalóriát. Úgyhogy ezek nagyon szép számok, és azt látjuk, hogy a gyerekek nagyon lelkesek, sőt,
Megkerestek minket Szentendréről, Gödről és Gödöllőről, hogy hallottak a gyalogbuszról, és ott is szeretnék megcsinálni. Úgyhogy reméljük, mert meghívtuk ezeket az egyesületeket, és hogy ők is itt lesznek. Szóval megy a híre az egésznek, és tulajdonképpen a gyalogbusz az egy eszköz a mindenféle lágy közlekedési módok használatára, tehát hogy az iskolában ne autóval járjunk. Ha valaki gyalogbusz nélkül, de gyalog jár, azt ugyanúgy ünnepeljük. Az első gyalogbuszos találkozóra a Mindenki Szentendréje Egyesület képviseletében az elnök Csigi Judit is ellátogatott. Mivel úgy gondoljuk a társaimmal, hogy ez egy nagyon élő és megoldásra váró probléma Szentendrén is, ezért megnéznénk, hogy ez máshol hogy működik, és esetleg a know-how ismeretében már mi is el tudnánk indulni, ha megtaláljuk a megfelelő partnereket. Nálunk nagyon sok iskola van, úgy kisiskola, mint gimnázium, tehát esetleg ezt össze lehetne hangolni, hogy gimnazisták segítenének kisiskolásoknak. Ez akár egy belső szentendrei lakossági összefogást is erősítene, ugye gyerek szinten, vagy fiatalok szintjén. És hát ez kifejezetten érinthetné a gócpontokat, úgy, mint a belvárost, ahol a templomdombi iskola van például, vagy a Rákóczi iskola, ami ráadásul általános iskola és gimnázium egyben, illetve akár az izbégi iskolát, óvodát, stb., vagy a lakótelepen fönt, a Püspök Major lakótelepen a Barcsa iskolát, ami a legnagyobb iskolánk, megközelítőleg majdnem 1000 diákkal. Tehát ott azért már nagy a tumultus reggelenként. Szentendrén nagyon sok iskola van. A legalapvetőbb probléma a logisztikából ered. Én alapvetően elsősorban nyilvánvalóan a logisztika, mint olyan. Tehát az, hogy egyszerűen képtelenség eljutni, megállni, anélkül, hogy az ember stressznek kéne tenni saját magát, már a szülő, vagy stressznek kéne tenni a gyerekét. Így megérkezni, és akkor így tovább megyek a másikokra, ami miatt ez engem érdekel, hogy a gyereknek szerintem egy borzasztó nagyon rossz napkezdés az, hogy siess gyorsan, szálljunk be az autóba, majd beszáll az autóba, és ezzel a stressz faktorral együtt érkezik meg az iskolába. Úgyhogy szerintem egy pár száz méteres, ezt megelőző bandázás, együtténeklés, mondókázás, bármi, ami ezzel összeköttetésbe kerülhet, vagy csak egész egyszerűen együtt menni a gyerekekkel és tervezni a napot, vagy elmesélni az előzőt. Szerintem ez egy nagyon szép felvezetés a gyerekeknek, ami legalábbis az én gyerekkoromban mi így csináltuk, és ez egy jó dolog volt. Az első gyalogbuszos találkozó önmagában is érdekes élmény volt a gyerekek és felnőttek számára egyaránt. A programhoz a Szüreti Uzsonnát, az egyik budakalászi étterem, illetve a helyi pékség szolgáltatta. Az önkormányzathoz és a polgármesteri hivatalhoz bárki fordulhat közérdekű bejelentéssel vagy panasszal. Ez történhet szóban, írásban és most már online adatlap formájában is. A panasz közérdekű bejelentés online adatlap elérhető a budakalász.hu oldalon, az ügyintézés szekcióban. A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más, így különösen bírósági, közigazgatási eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés is tartalmazhat javaslatot. A benyújtásokról bővebben a budakalász.hu honlapról értesülhetnek. A Méz Együttes adott koncertet október 16-án szombaton a Kóskároly Művelődési Házban. A zenekar ír és kócs stílusú dalokat játszott, a zenei részeket kiegészítve pedig Kautsky Armand színművész előadásában verseket és prózákat hallhattak a jelenlévők. Mámoros utazás, avagy zenés válogatás kelta eredetű népek költeményeiből. Zenés és irodalmi műsorral várta az érdeklődőket szombat este a Méz zenekar, valamint Kautsky Armand a faluházban. Az együttes hosszú múltra tekint vissza, és már nem először játszanak Budakalászon. Már évtizedeket kell visszamennünk az időben, még az előző rendszerben, 1988-ban. A társaim azok country zenét játszottak fiatalkorukban, és aztán széteső zenekarok, katonaság miatt, meg házasodások miatt. Nem voltak éppen zenekar tagok, amikor
jött az egyikőjük, hogy gyerekek, fantasztikus jó zenét találtam, Irmes Kót, ez a country őse. Próbáljunk ki. Megtanult pár számot így fejből, két gitáros lekísérte, kellett volna még egy ütős, akkor szólt a gitáros barátom, akivel gimnáziumi osztálytársak voltunk, hogy gyere már egy próbára, ha nem tetszik, hazamész. Hát aztán ott ragadtam, ez 33 éve volt. Egész más, mint a magyar, de mondani valójában és abban az állandó szabadság vágy miatti fanatikus őrület miatt közel, a szívünkhöz közel álló. Igazából egész más hangszereket használnak, egész más dallamvilága van, viszont mivel a country zenén keresztül aztán a beat, pop is rengeteg ilyen dallamot dolgozott fel, nem idegen a kelet-európai fülnek sem. És hát mi meg meglovagoljuk ezt a közös történelmi múltat, már a párhuzamokat, mert ugye távol vagyunk egymástól, de a párhuzamokra utalva, a nehéz évszázados elnyomatásból adódó nehéz sorsra. A MIZ a meg nem értett zenekar rövidítése. Ezt a nevet még a kezdetekben választották a formáció tagjai. Poénkodtunk azzal, hogy érthető magyar szó is, meg pozitív töltete van, de egyébként, ha pontokkal írjuk mozaik szóként, akkor meg nem értett zenekar, hát miért vagyunk azok, mert hát ugye ezt a műfajt itt még nem ismerik. Volt egy korai próbálkozásunk a Közgáz Egyetemen, kellett volna táncosokat kísérni, de előtte levő napon szóltak. Egy próbával nem jött össze a dolog, és a tánctanár mondta, hogy gyerekek, ez holnapra nem fog összeállni, és akkor lógó orra kullogtunk haza, hogy hát igen, meg nem értett zenészek vagyunk, és akkor így, és az Ádám, a basszusgitársunk mondja, hogy milyen jó név, meg nem értett zenekar. Az estére több száz éves verseket is kiválasztottak, valamint saját dalaik közül is válogattak. A műsor már a pandémia kirobbanása előtt elkészült, a közönség azonban most Budakalászon hallhatta először. Most ugye van ennek egy tematikája, ahhoz kerestem az elmúlt 30 év számaiból ideillőket, meg volt, hogy egy-kettő újat is kellett tanulnunk. Ugye itt egy konkrét utazásról van szó az irodalom segítségével a középkortól napjainkig. És hát ez a mámor, ez a szerelem, a szabadság és a viszki mámor, ugye ez így végighúzódik az egész estén, és ehhez kellett számokat keresni. Már a koncepció megvolt, amikor elkezdtem ugye szerkeszteni a számokat bele. Kapásból tudtam, hogy itt és itt melyiket fogjuk játszani, és akkor, ahol nem volt még odaillő, ahhoz kerestünk és megtanultuk. Mindenki mondja, hogy nem érdemes ebben a világban a lemezt csinálni, stb. Már csak a fanatikusok, vagy a gyűjtőknek. Most mi tényleg 2002-ben sikerült egy utolsó, tehát nagyon rég volt. Most azt mondják, hogy ezt a műsort, amit ma premierként bemutatunk, ha ez esetleg belerázódunk, és úgy flottul megy már, hogy akkor ezt érdemes lenne. Erről folynak már tárgyalások, még nem tudjuk, mi lesz a vége. A produkcióhoz Kautsky Armand is csatlakozott. A zenekar új műsorát vers és prózamondással színesíti. Soha nem dolgoztunk együtt, a távolból voltam rajongójuk ennek az egész zenei világnak, és aztán olyan másfél évvel ezelőtt kaptam egy nagyon megtisztelő telefont, hogy dolgozzunk együtt. El is kezdtünk próbálni, elkészült a műsor, és aztán jött a pandémia. Leálltunk, és sajnos elmaradtak azok a közös koncertek, amik lettek volna, és ezért most itt Budakalászon mutatkozunk be a közönségnek. Ez másfél évvel ezelőtt elkészült ez a műsor, és a zenekar együtt, a zenekarnak a tagjai válogatták össze, hiszen ők ismerik ezt a világot, én készen kaptam, és rácsodálkoztam, hogy milyen szellemes, milyen remek költemények vannak. Na de aztán, amikor a versnek vége, kezdődik a muzsika, és az az igazi. A színművészhez közel áll az ír és skót zene, így nagy örömmel mondott igent a MIZ együttes felkérésére. Az ír költészet vonul föl a muzsikák mellé. Ahogy a zenében is visszamegyünk 4-5-600 évvel ezelőtti időszakra, a költeményekben is lesz 3-4-500 éves vers is, számomra teljesen ismeretlen írköltőktől, és aztán elérkezünk egészen a napjainkig. Hát Yeats és Keats, akiket természetesen ismerünk, vagy jobban Burns, de van kortárs költő is, akit majd én fogom mondani.
valami egészen elképesztő életigenlés van ezekben a zenékben. Talán a viszkit a hatása, mert valami olyan vidámság, még amikor valami drámáról van szó, valami csatából térnek meg, még akkor is van valami pozitív kicsengése a hangszerelésnek, a hegedűnek, a doboknak. Számomra nagyon feldobó. A fiam is nagyon szereti, és el is jött ma megnézni a koncertet, mert nagyon szereti ezt a világot. A Méz zenekar koncertjéről bővebb összeállítást láthatnak pénteken 19 óra 20 perctől az Esti Híradó után. Kultúrcseppek című magazin műsorunkban. Fejezetek és hangulatok a Föld történetéből címet tart előadás csütörtök este Gerstenkorn András geológus a Kóskároly Művelődési Házban. Az előadó szerint, amikor sokáig nézzük a csillagokat, szinte a bőrünkön érezzük, hogy mindaz a milliárd pont felettünk nem csupán messze van, hanem régen is. Egy időgép a fejünk felett, már pusztán a létezésünk is csoda és drámaian szépséges. Az előadás a Pillangó projekt nyitó előadása, melyre mindenkit szeretettel várnak. A belépés díjtalan. Végül a várható időjárásról. Szerdán foltokban pára, köd ismét kialakul, de napközben a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék nem valószínű. Többfelé élénk, néhol erős lesz a délies szél. Hajnalban 2-10 fok, délután 17-22 fokra van kilátás. Adásunk végén következenek a főbb híreink újra röviden. Szeptemberben az iskola kezdéssel együtt indult el a gyalog busz Budakalászon. Az őszi járat során 32 nap alatt 1245 utas összesen 639 kilométert tett meg. Az önkormányzathoz és a polgármesteri hivatalhoz bárki fordulhat közérdekű bejelentéssel vagy panasszal. Ez történhet szóban, írásban és most már online adatlap formájában is. A Méz együttes adott koncertet október 16-án szombaton a Kóskároly Művelődési Házban. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a weboldalunkon, a szentendre.media.hu/TV Budakalászon. A közösségi oldalakon is jelen vagyunk, kövessenek ott is minket. A munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!